Én, Charlie. Én, Blacky. Én, Fifika. Én, Loloke. Kiállok a saját és a videóban szereplő vépertársaim véleménye mellett, azokkal teljes mértékben egyetértek, és nem csak magamra, de másokra nézve is követendőnek tartom. Célunk a videóval, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy amellett, hogy egy remek alternatív egészségmegóvó eszköz került a kezünkbe, annak vannak korlátai, a használatának pedig veszélyei. Ezt érdemes mindenkinek szem előtt tartania. Ha pedig nincs vele tisztában, akkor informálódnia. Azt, hogy ki, honnan, mennyiért és mit szerez be, hogy eredeti-e vagy klón, nem tisztünk megítélni. Vagy bírálni. Mindenki eldönti magában, neki mi fél bele morálisan, illetve mit visel el a pénztárcája. Ami viszont fontosabb ennél, az az, hogy legyen mindenki az alapvető tudás birtokában. Bármennyire is egyszerűnek tűnnek az eszközök, és veszélytelennek tűnik maga a gőzölés, nem az. Ha pedig megsértünk néhány szabályt, az bizony meg fogja bosszulni magát. Lehet, hogy nem rögtön az első alkalommal, de a statisztika és a fizika oldalánál ők ketten pedig erősebbek, mint az emberi test. Roppant könnyűnek tűnhet a YouTube-on közzétett videók alapján hatalmas gőzteljesítményű kazánokat összehozni, azonban azt meg kell értenetek, hogy a videókat készítők többsége sem tud eleget a használt technológiák veszélyeiről. A véperek társadalma erősen megosztott ebben a kérdésben, de jelzésértékű, hogy a régóta ezzel foglalkozó, a fórumokon és egyéb közösségi oldalakon évek óta jelenlevő rutinos kollégák és reviewerek rendre a biztonság oldalán állnak. Phil Busardo, Graham Greene, Dumfer Himmel, Scott Boner, hogy csak az ismertebbeket említsük a jelenlevőkön kívül. Mi magunk is jó kitapasztalt és bejáratott eszközöket használunk a hétköznapjainkban. Senki nem akar egy időzített tűzijátékkal a zsebében elindulni. Azzal viszont tisztában kell lennie mindenkinek, hogyha felelőtlenségéből és tájékozatlanságából adódóan bajt okoz, azzal nem csak a saját testi épségét veszélyezteti. A magyarországi kiélezett helyzetben a média a legnagyobb örömmel veti rá magát bármi negatívumra, az e-cigarettával a legkisebb mértékben is kapcsolatban hozható. Ezzel bizony azt is kockáztatjuk, hogy a még meglévő hozzáférésünk megszűnik, és rajtunk kívül dohányosok százezreitől vesszük el egy egészségesebb élet lehetőségét. A felelőtlenebbiek pedig ezt követően egyszerűen csak megvonja a vállát, és megy a nemzeti trafikba egy pakli cigarettáért. Mindenkinek ez a saját választása, mint ahogy a dohányzása is az volt. Ezzel az eszközzel egy új lehetőség nyílt meg előttünk, egy alternatíva, amivel tudni kell élni, és nem visszaélni. Felelősségünk abban van, ahogyan ezt a külvilág felé közvetítjük. Lehet, hogy nem érzékeled, de az adott környezetednek te leszel a véper. Az általad közvetített kép alapján alakítja ki a társadalom az ítéletét minden e-cigaretta felhasználóról. Példa legyél. Minden dohányzásról leszokni vágyó számára, de olyan, amit érdemes követni.